A magyarság számára 1956. október 23-a azt jelenti, hogy szembe lehet szállni az elnyomó hatalommal. Az elkötelezettségünk a szabadság iránt, amely még az életnél is fontosabb, olyan tartó pillére a magyarság identitásának, amelyre büszkék lehetünk. 60-ban a forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján az újhatvani római katolikus általános iskola udvarán tartottak megemlékezést. Horváth Richárd polgármester azt mondta, hazánk a történelem évszázadai során több alkalommal is fegyvert ragadott a szabadság kivívása vagy megtartása érdekében. Bármilyen sereg is fenyegette határainkat, mi védtük a hazát. Épp történelmünk bizonyítja, hogy mi, magyarok, szabadságunkért, hazánkért, nemzetünkért és egymásért képesek vagyunk akár életünket is feláldozni. Felidézte 1956. október végén előbb Budapesten, majd országszerte hatalmas tömegek lázadtak fel a Rákosi Mátyás nevével összefonódó diktatúra és az orosz megszállás ellen. A kezdeti sikerek után úgy tűnt eredményes lesz a forradalom, azonban ez november 4-én végérvényesen megváltozott. A szovjetek hadüzenet nélkül háborút indítottak Magyarország ellen. A rettenetes túlerővel szemben a magyar hősök szabadságharca végül elbukott. A városvezető beszélt arról is, hogy az idei ünnepség tisztaságát megzavarta pár olyan gondolat, ami nemzetünk szabadságharcát igyekszik új megvilágításba helyezni. Mi abban hiszünk, hogy a magyarság lényegét adó értékek nem alakíthatóak, változtathatóak meg, amikor érdekeink azt úgy kívánják. Nem értékeinket alakítjuk az érdekeinkhez, hanem épp fordítva. Értékeink, nemzeti identitásunk, gránitszilárdsága kell, hogy adják az alapot, melyről elrugaszkodunk, mikor elindulunk a jövő felé vezető úton. Ki kell hát mondanunk ma is, és minden nap, ameddig csak kell, minden nemzetnek joga és kötelessége megvédeni határait, értékeit és nemzete tagjait azoktól, kik támadják azt. Ha nem tesszük, mi magunk is elveszítjük erre a jogot. Ezt követően a Damjanich iskola diákjai adtak megemlékező ünnepi műsort, amiben részletesen felidézték az 56-os eseményeket, a forradalom lelkületét, a szabadságharcosok elszántságát. A rendezvény végén a pártok, állami intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat a hősök emlékműve előtt.